Ha a gazdaság manipulálható, ha infláció mesterségesen előidézhető és a szükséges pályán tartható, amíg bizonyos szándékozott átalakítások be nem következnek a világgazdaságban, például a központi bankok által generált digitális valuták és személyazonosság igazolását szolgáló rendszerek, adatbázisok bevezetése, ahol minden apró aktivitáson követhető és előrejelezhető lesz, akkor már is érthető, hogy kinek kedvez a jelenlegi globális pénzügyi rendszert jellemző válság. A manipulációnak pedig olyannak kell lennie, hogy se a publikum, se a szakértők többsége ne vegye észre, hogy mi történik. Érkezzenek hát az érvek és bizonyítékok, amik a globális gazdaság szándékos manipulálását körvonalazzák. Az egyik fontos összetevője ennek, hogy a pénz tündérporból keletkezik és nincs fedezete. Tehát mi is történt 1971-ben? Az amerikai dollár 1944-ben lett a világ hivatalos tartalékvalutája, ahogyan a 19. században volt az arany. A döntést a 44 szövetséges ország küldöttsége hozta meg a Bretton Woods-i megállapodás keretében. A Bretton Woods-i rendszerben a dollárt az aranyhoz kötötték, a legtöbb más valutát pedig a dollárhoz. A dollár elsődleges tartalékvalutaként és elsődleges nemzetközi valutaként betöltött szerepe nem rendeleti úton jött létre, hanem az Egyesült Államoknak a világ legnagyobb gazdaságává válása miatt. Az USA gazdaságpolitikája azóta inkább a mérsékelt inflációt részesítette előnyben a 30-as évek magas munkanélküliségéhez és deflációjához való visszatérés lehetőségével szemben a vészhelyzeti kapitalista gazdaságban. Viszont azzal, hogy a világ összes pénznemét az amerikai dollárhoz kötötték, az Egyesült Államoknak lett felelőssége a stabil pénznem fenntartásában. És ahogy azt a történelem utólag igazolja számunkra, Powell mérsékelt inflációja nem működik, akárcsak 1949 és 1974 között, amikor a fogyasztói árak megemelkedtek, és ennek következtében az áruk ára szinte minden országban. Térjünk is rá a másik fontos tényezőre, amit vészhelyzeti kapitalizmusnak nevezünk. Az 1990-es évek gazdasági növekedését egy újrahasznosítási mechanizmus táplálta, amelynek során a keresletet, a vásárlóerőt, valamint az áruk és szolgáltatások termelését a hamis, spekulatív pénz tartotta fenn. A reálgazdaságot már nem a munkajövedelmek és bevételek alapozták meg, hanem a pénzügyi eszközökön, az értéktartalom nélküli fiktív pénzhalmokon végzett árspekuláció hajtotta. Végül erre az impozáns pályára a válasz a globális vészhelyzetek elszabadulása volt, amelyeknek egyre tartósabbnak kell lenniük, és a félelemnek, a káosznak és a propagandának egyre nagyobb injekcióval kell kiegészülniük. Az Al-Qaida, a talibok, az iszlám állam, Szíria, az észak-koreai rakétaválság, a Kínával folytatott kereskedelmi háború, a Russiagate és végül a COVID-19. Minél közelebb kerül a rendszer az összeomláshoz, annál inkább szüksége van exokrin válságokra, hogy elterelje és manipulálja a lakosság figyelmét, miközben elhalasztja a bukását és megalapozza a tekintélyelvű átmenetet. A vírushoz hasonlóan az ukrán háború is elrejt minket az adósság és a tőzsde összeomlásán keresztül történő teljes társadalmi összeomlás valódi borzalma elől. És valóban a válságok sorának nyertesei vannak. Csak 2020 óta közel 600 új milliárdosa lett a világnak. A világ milliárdosainak együttes vagyona 2020 márciusa és decembere között 3,9 billió dollárral nőtt, és elérte a 11,95 billió dollárt. Az Oxfam szerint a 10 leggazdagabb ember nettó vagyona 540 milliárd dollárral nőtt ugyanebben az időszakban. És hirtelen, épp a Covid-dal egyidejűleg a világgazdaság újraindítása lett szükséges. És nem utolsó szempont, hogy a válságok hatalmas lehetőségeket rejtenek magukban, például a korábban említett tőzsde spekulánsoknak. Jó példája ennek, hogy közismert nagyvállalatok részvényei zuhanásnak indultak. Tavaly karácsony óta a Facebook tulajdonosa, a Meta 51%-os csökkenésnek,
a Covid vakcinagyártó Moderna 57%-osnak, a PayPal 60%-ot esett, a Netflix 72%-ot és a Coinbase Crypto Platform 79%-ot. A kriptovilágban is hatalmas, átlagon felüli zuhanást tapasztalhatunk a nagyobb valuták esetében. A globalizáció játszóterén a kereskedelmi világszervezet létrehozása a Bretton Woods és a GATT kereskedelmi szabályból az 1994-es marrakesi megállapodással biztosította, hogy a nyugat gyártósorát kiszervezzék külföldre, különösen az USA-ét, hogy alacsony bérű országokban valósítsa meg termelését. Ehhez pedig Kína volt a legjobb választás. When it started, the world was a completely different place. Since then, you've had 4 billion people who before were set aside, if you like, by held away from us by communism, by ideologies, and they've all of a sudden joined the free market. You can employ 47 people in Vietnam and the Philippines for one American. Technology can be transferred anywhere in the world. Capital can be transferred instantaneously wherever the return is highest. So today, you are to take two companies, two corporations. They make the same product to be sold in the same market, because the whole concept of global free trade is you can make a product anywhere and sell it anywhere. They have access to the same technology. They have access to the same capital. They only have one difference. Cost of labor. 47 to 1. So they move. Free trade started to emerge from 1973 onwards. That's when the Treaty of Rome was changed. During that 20-year period since then, the economy in France has grown by 80%. The number of unemployed has gone from 420,000 to 5.1 million. That's equivalent to 25 million in the States. Now, what is the good of having an economy that grows by 80% if your unemployment, the people excluded from active economic life, goes from 420,000 to 5.1 million? You take Britain, same story, by the way. Nos, a bankrendszer továbbra is egyre több új hitelt hoz létre, amelyeknek nincs megfelelő valós fizikai értéke. Az új hitel készpénzként kerül elszámolásra, és értéke megegyezik a jegybank által kibocsátott papírpénzzel. A kölcsönöket pénzformájában nyújtják a kibocsátó bank által előnyben részesített kedvezményezetteknek, akik még azelőtt részesülhetnek az újonnan létrehozott pénzből, hogy a megnövekedett pénzmennyiség befolyásolná más tételek árát vagy átváltási értékét. A teljes pénzeszköz több mint 95%-át ilyen módon költik. Az új hiteleket a semmiből kínálja a bank, legyen az állami vagy magán. A szerződések megkötésével új pénz keletkezik. Közhiedelem szerint, amikor az adós kifizeti az előleget, az új pénz összege csökken, továbbá a kölcsön teljes kifizetésekor a számla kiegyenlítődik, ami elméletben így is van, de a kölcsön futamideje alatt fizetett kamat megmarad, és ez mindig új igényt szül a pénzteremtésére, ami pedig idővel begyűrűzik. A pénzkínálat folyamatos növekedéséből elsősorban maguk a bankok és több ügyfeleik profitálnak. Ennek eredményeként a vagyont a rendszer egyre inkább a legalacsonyobb jövedelmektől a leginkább hitelképeseknek tartottak felé koncentrálja. Xi Jinping is presiding over rapidly slowing economic growth in China, and that has been largely but not exclusively generated by policy choices of his own choosing. It's China's own code language for varying degrees of decoupling from the United States and the rest of the collective West. And the logic for this level of economic decoupling has been that if the United States, through the trade war of 2018-19, is no longer to be reliable as a supplier of China's essential economic inputs in the future, for example, in critical computer parts, and on top of that, whether in fact there is a wider concern that the United States and its allies may take action in the future, either in financial sanctions, technology sanctions, or even trade sanctions. But this is reinforced on Xi Jinping's part a pre-election to bring back an ancient Chinese concept of national self-sufficiency, which last received full support by the Chinese leadership during the period of Mao Zedong. Mi lesz hát a dollárral? Hogyan lehet az amerikai dollár
biztonságos valuta, ha az USA súlyos költségvetési és kereskedelmi deficittel rendelkezik, és a Kína gazdasága gyorsabban növekszik, és néhány éven belül nagyobb lesz, mint az USA-i. Hát persze, hogy Kína gazdasági növekedésének romlásával, mint azt jelenleg láthatjuk. A dollár erősödik, a yuan gyengül. We are following policies in this country now to stimulate things, which stimulate business, which are bound to have some inflationary consequences. And to the extent that we borrow money from the rest of the world, it would be very human on the part of politicians in the future to decide that they would rather pay the rest of the world back in dollars that are worth far less than the dollars they borrowed. I mean, it's the classic way of reducing the impact and cost of external debt, and we're building up a lot of external debt. I always find it interesting when politicians now talk about using the taxpayers' money to do this and the taxpayers' money to do that, and how the taxpayers are paying the bonuses at AIG. We haven't raised taxes at all in this country. You know, I mean, taxpayers are paying nothing beyond what they were paying a couple years ago. As a matter of fact, the federal revenues this year, which were close to $2.6 trillion a couple years ago, you know, maybe more like $2.3 trillion. So we are taking less money from the taxpayers. The people who are really paying for the things we're doing now will probably be the people who are buying fixed dollar investments, much of it from the U.S. government, and who will find the purchasing power when they go to redeem those investments to be far less. So you might say that the AIG bonus is probably the Chinese are the people that are ultimately paying the most in terms of the loss of purchasing power they will have with their holdings of government bonds, U.S. government bonds, many years down the road. But it sounds better to say the taxpayer than to say the Chinese are paying for it. It's an interesting situation. I read that comment every day about how the taxpayers are doing this and that. You know, I haven't had my taxes raised. You haven't had your taxes raised. My guess is that the ultimate price of much of this will be paid by a shrinkage in the value of the real value of fixed dollar investments down the road. And that will be the easiest thing to do. And if it's the easiest thing to do, it's the most likely thing to have happen. So you will see plenty of inflation. De akkor is itt a kérdés, hogy miként versenyezhet a végtelenségig előállítható dollár az arannyal, amelynek kínálat növekedését a bányászati technológia korlátozza, vagy a bitcoinnal, amelynek kínálata algoritmusokban van kódolva. Évtizedek óta jósolják vezető szerepének hanyatlását, mivel a világ már évek óta a rivális gazdasági blokkok kialakulása felé sodródik. Ezt úgy lehet megakadályozni, ha a dollár továbbra is a nemzetközi pénzügyi rendszer középpontjában marad, és talán kijelenthető, hogy ebben az állatform legnagyobb befektető és legfőbb vízfejű bürokratái is megegyeznek. Looking forward, rapid changes are taking place in the global monetary system that may affect the international role of the dollar in the future. Most major economies already have or are in the process of developing instant 24/7 payments. Our own FedNow service will be coming online in 2023. And in light of the tremendous growth in crypto assets and stablecoins, we are examining whether a U.S. central bank digital currency would improve upon what is an already safe and efficient domestic payment system. As our white paper on this topic notes, a U.S. CBDC could also potentially help maintain the dollar's international standing. Az USA-nak csak saját valutát kell nyomtatnia, hogy a világ többi részének fizetni tudjon. Minden más országnak azonban ténylegesen dollárt kell keresnie, hogy teljesíteni tudja nemzetközi kötelezettségét. Erre válaszul az ötlet egy globális központi banknak nem egy új gondolat, és a globális tartalék valuta, mint közjó koncepció sem. Látva a jegybankok digitális valutáinak népszerűsödését, ezzel párhuzamban minden bizonnyal fogjuk látni a jelenlegi pénzügyi rendszer koncepciós megalkotójának, John Maynard Keynesnek a 40-es években kitalált elképzelését egy szabályozó hatáskörre rendelkező globális központi bankról, jelenlegi szerepkörét a világbank tölti be. Keynes volt ugyanis a híres 1944-es Bretton Woods-i konferencia egyik kulcsfigurája, a világbank és IMF létrejöttének fő szellemi atya.
Egy globálisan szabályozó központi bankról azóta többen ötleteltek, és ha a világkormányzás diktatórikus szerveire gondolunk, akár az Egyesült Államokra, akár az Európai Unióra, az ENSZ-re, létrejöttük valahol valós problémákon és valós igényeken alapult, és ígéretes kezdeményezésként prezentálták magukat, de aki egy kicsit is mögé lát az eseményeknek, láthatja, hogy az ilyen kezdeményezések jellegüket és működésüket tekintve kísértetiesen hasonlítanak az abszolutista feudalizmusra, hiszen egy uralkodó és szabályozó globális elitet emelnek jogkörre, és mint olyan katasztrófát jelentenek az emberi autonómiára és személyi szuverenitásra nézve.